Az Among Us egy 2018-ban megjelent, mégis idén felkapott játék. A játékban egy űrhajóra kerülünk csapattársainkkal, és különböző feladatokat kell megoldanunk a továbbjutás érdekében. Viszont van itt egy csavar. Valaki nem az, akinek mondja magát, és hazugságok mögé rejtőzve próbálja meg kiiktatni a legénységet azoknak orra előtt. Legénység tagként a játékot úgy nyerheted meg, ha minden feladatot elvégzel a többi csapattaggal, és még legalább két ártatlan életben van, vagy kiszavazzátok az imposztort vagy imposztorokat. Imposztorként pedig a teljes legénység kivégzése a célod. Mivel nem egy olyan nagy területen vagy összezárva a többiekkel, szinte biztos úgy fog alakulni, hogy valaki az ártatlan közül meg fogja találni a tagot, akit te az előbb megöltél. Ez esetben történt meg a bejelentés, amikor minden játékos egy helyre kerül és kezdődik a diskurzus, hogy ki állhat a hátterében a dolgoknak. Imposztorként először érdemes biztosítani magad, figyelembe véve az akkori környezeted, és hivatkozni azokra a tagokra, akik láttak téged. Ezután megpróbáltad másra terelni a gyanút. Ártatlanként is ki kell magyaráznod, hogy hol voltál a gyilkosság idejében, de emellett ki kell találnod, hogy ki mozgatja a háttérben a szálakat. Viszont mivel mindenki ugyanannyi eséllyel lehet imposztor és ártatlan is, így legjobban csak saját magadban bízhatsz. Most pedig következzen pár epikai gamer moment és 700-ikus imposztor kör, a videó végén pedig elmondom, hogy hogyan tudjátok magyar nyelven játszani ezt a játékot. Szóval, enjoy I guess. Veszed belőle betet. Ennél feltűnőbben nem ment amúgy. Igbin vaj. Mi van? Ott volt a hulla mellett, és így... a fegyver raktárba. Kisétált a hulla mellett, csak egy hullazába. Hullazába kisétált a hulla mellett. Én csináltam a izét. A meteor elpusztítást. Nem tűnt fel a hulla akkor, vagy mi? Tuti József az. Hogy leszavazott egybe amúgy lendületből? De mi folyik itt? Nem értem. Nem, bementem a... végig csináltam a... Akkor elmondom, hogy volt. Várjál. Nem, én mondom el, hogy volt. Kus. Oké, mentsed a bőröd. Ment a szavazat. Csináltam a meteor elpusztítós feladatot. Aha. És végeztem, mentem a reaktort megcsinálni. Oké. És szembe jött velem József. És utána... És hol jöttem veled szembe? Hol jöttem veled szembe? Mert én a fegyver. Na akkor elmondom nálam, hogy történt. Én végigmentem ott a lezárt területen, megcsináltam ott a taskomat, kijöttem és láttam, hogy van az a szaros izé, az a elektronikás szarság. És miért jöttél ide be? Hát meg gondoltam, ketten elintézik, lenézek a fegyverzetbe, mert előtte adminisztrátorban láttam, hogy ketten vannak a fegyverzetbe úgy, hogy megy a riasztó, és gondoltam, bármi lehet, ez furcsa. És akkor bementem, és annyit látok, hogy ott a hulla, te meg kazuálisan kisétálsz. De ott nem volt bent hulla. Nem-e? Akkor mit jelentettem nem. be? Honnan tudom, nem volt bent hulla, amikor bementem. Lehet, hogy közben leszúrtál valakit. És akkor azt miért nem említetted, hogy Berzodával voltál együtt a szobában? Mi itt volt Berzoda? Na jó, na, van. Na jó. Hát csak már volt. Már csak volt, igen, Gábor. Ez a pont. Ez erős. Mi azt kiszavazhattok, de nem jó. Oké, köszönöm szépen az infót. Most ott voltak, nyugodtan szavazzatok ki. Ez nekem sús. Most az akkor kire kell szavazni? Igen, vagy. Most mondtam el, azt se tudta, hogy Berzodával van egy szobába. Vagy azt kihagyta. Nem is volt itt Berzoda, az meg egyedül. Akkor hogy jelentettem be? Gábort, hogy nem tudta, kivel van egy szobába, ezt el tudtam volna hinni most itt tovább. Na mindegy. Hinnye. Jó van, most így József. Ez nekem sok. Ja, nem írja, hogy ki a izét? Jó. Nem, nem. Megtaláltam az irodában a Józsefnek a hulláját. És te mentél arrafele? Igen, én mentem arrafele, de nem én öltem meg, úgy mentem be az ajtón, és itt volt a hullája a földön. Igen. Amúgy, hogyha őt látom, meg a... Én nem láttam senkit. Hát jó. Easy game. Azt a kurva! És nem ő volt! Jézusom! Bejött Etnevel, dobott egy drive-by-t, kiment, és utána ezek elkezdték egymásra. Ja, megláttam, te vagy mondom, rohagy! Mi a fasz? De hogy nem vetted észre? Hát, mondom, megcsináltam a feladatomat, és mentem reaktorozni, ott villog minden, meg a hanghatások, nem fogom azt nézni, hogy tudok-e reportolni. Úristen! Hogy ráfogtam? Olyan biztos voltam. Yeah. Gábor, legközelebb vedd már észre a hullát egy ilyen játékban. Pusztoljál már! Fekete volt és sötét volt, hogy láttad? Aha, szóval rasszizmus vagy, azt mondod? Ők is volt egymást vádolják ebben a játékban. Hallottjuk a gyógyulókat.
Go! Én jelentem a laboratóriumos résznél találtam meg. Ki volt jobban azt bent, aki csinálta azt közelben. Úgy jobb jelent, hogy megölte. Hát aki megölte, igen. Állítok, Adrián meg én van a living. Nem öltél meg egymást, szóval nem volt. Szerintem jó volt. Én Gáborra voltam. Már megint én, mi? Komolyan mondom. Jó, Gábor volt, vagy nem tudom. Roman volt, nem beszélt. Na, Gábor amúgy érdekes módon nagyon követett engem, én azért szavazok most rá. Rendes, a nyakamba volt. Megöltelek? Jó, én Rolandra szavazok. Nagyon a nyakamon. Azért kísértés ott volt, nem? Gábor mellett volt. Nézzük Adriánba. De az elején. Ki szavazunk ki? Ki mennyi szavazat van? És megöltelek? Én a Gábor. Nagyon a nyakamon volt. Én rendes megijedtem. Ha nem szavaztok ki, az rossz lesz. Jó, kiszavaztam Ronant. De akkor miért voltál ennyire a nyakamon, Gábor, ha nem te vagy? Lehet, hogy te vagy. Ölelkezni akar. Nézd, Ronan. Akkor nem. De Ronannel mi volt? Arról lemaradtam. Nem láttam sehol az. Mondom, Gábor mellett voltam. Hát ez az. De én az elején, amikor meg... Ja, akkor az elején. Daniel. Ja, ami meghalt. Na? Zöld meghalt. Mi? Miért nem a testet jelentetted akkor? De mert azért, mert megnéztem a monitoron, hogy kihalt. Okay. Ja, azt tudom, mert van egy olyan monitor, amin lehet látni. Na, azt szeretném kérdezni, hogy mértetek láva hőmérsékletet? Én nem. De ez a visszatérő kérdés amúgy nála. Mert pontosan Gerzsia. Tudja, hogy mennyi. Akkor nem mértetek lávát? Hát én nem. Jobb oldalt van az jobb oldalt fent, meg lent van. Nem tudom, hogy kire szavazzak. Én láttam zöldet. Előre rágyanakodtam, mert te követett engemet. Szerintem jó, hogy a fazom úgy. Ja, mert persze, megint én. Nem, szerintem nem József az. Vagy... De mert egyébként, oké, nem hullát jelentett be, de lehet, hogy megvajta, aztán bejelentem akkor már. Én szavaztok ki. Vagy Gábor. Az előzőben is Gáborra szavaztam, vagy szóval Gábor, megint vagy Gábor, vagy József, mert nem, Zöld és József, ők jól összehangoltan mentek. Csapatban mentek mindenhova, ahogy láttam. Nem vattak ki percekre, ez a szarcsa. Oké, szavazott ki. Én Gáborra szavaztam előzőbe is, meg most is. Folyton engem gyanúsítgat. Most mondtam volna, hogy lávát csinál, tuti én voltam akkor, hogyha lávát csináltam volna. Hát ha nem tudod megmondani, hogy hány fokos volt a láva, akkor igen. Szóval. És ha pont nem nézem, akkor meg én vagyok a gyilkos, mi? Igen. Hát persze, ja, logikus. Rakom a Discordba, de nem tudom ki a faszom az a én. Igbinvájra szavazatok XD akkor. Nem. József ATP-re kell szavazni. Ha nem Gábor, akkor József. József, ezt szavaztam. Basszus. Ha ezt skippelsz, oké. De skippelni fog, mert ezért minket skippeltünk. Nem, táj.
Ja, táj, mert van, aki skippelt, van, aki... Mondom, ja. Gábor, vagy akárki el, viszont meghalok, akkor ennyi. Na, jó, ez tuti a Gábor, ez tuti a Gábor. József. Összefutottam vele és visszafutott a hullához. És akkor bejelentette, de én hamarabb odaértem. Milyen hullához? Hát a hullához, oda futott, én meg követtelek, hogy megnézzem, hogy mit csinálsz, és akkor így bejelentettem. József, szerintem is Gábor volt. Nem, József az, most higgyetek nekem, ez egyszer. Ez egyszer ittetek nekem. Az előbb láttam, hogy majdnem le akartok támadni Józsefet. Miért akarnálok le? Jó, ti szopjátok meg, nem én. Ha nem a Gábor, akkor a József. Én tudom ki az like, ezt. Dislike, like. Mi a fa? Oh, mi? De akkor... Józsi. Józsi. Mi? Józsi. Józsi. Bocsi. Nacsát a GG. De miért? De... Baszki, az előbb azt hittem, hogy... De a Gábor volt ott. Hát akkor... De mi a fasz, a Gábor volt ott? Itt voltam és a Hurt monitoron láttam, jó, hogy... Akkor ki hol volt? Ki hol volt akkor? Én jobb oldalt csináltam. Én itt voltam ebben. Engem például meg miben? Miben voltál? Na várjál te. Na, valaki gyanús vagy nekem. Gyanús én vagyok gyanús neked. Én, Ronen, én neked gyanús vagyok, hogy akkor biztos se vagy az. Jó, Ronennel többször is találkoztam mondjuk. Hát én a feladatokat csináltam, de már nagy részében kész vagyok. Igen, én is pont feladat, de a Gáborral pont összefutottam. Én befejeztem az összes feladatomat. És akkor mondom lenyomozom, de nem, ez... De akkor ki? Hát basszus. Ronen lesz az. Én talán fent találkoztam veled, Ronen? Hát én, ott... igen, azokat csináltam meg. Akkor, akkor csak Shadow lehetett, hát basszus. A Gábor nem meg, hogy te én? Sem. Hát Ronen fenn volt. Én ben voltam. Jól van, ti szopjátok. Én srácok. Retardátok vagytok. Ne furcsa, hogy József meg a másik ember egymás... Nem tudom. Én retardátok. Mondtam, a manipulátor. Gratulálok. Annyira egyértelmű volt, hogy egymásról sírgassák, baszki. Nem kellett egymásról ködni. Ezeket mondom, hogy miért? Miért retardáltak? Annyira könnyű lett volna, baszki. Most megbasszátok, nem én volt akkor a másikat, mert egymást gyanúsítgassák. Ronen, mi akár kiszavaztál ki engem? A másik nem. Ki lehet a másik? Haj, nagyon jó Józsi. Nagyon jó Józsi. Mondtam, hogy ha nem a Gábor az, akkor a Józsi. Na ezért jó, most jó. Azt a kurva. Kettő, amikor az eset történt, éppen József futott volna ki, mert megölt a faszom tudja kit, az Gábor jött be. Amúgy. Más gyanúsították. Dojdá kentem. Faszom. Legénység. Ennek amúgy jó duma. Csaba. Szerintem a Gábor az. Itt találtam lentól a vizet kell tölteni. Akiket itt láttam, az Igvin már jött fentről, szóval nem hinném, hogy ő, ha csak nem itt járt már az ideje. És én jöttem ide fele. Adrián. Mert oda a láva hőmérsékletét meg tudnád mondani nekem. 326. De én izé, én a... 326. Nekem 326-ra kellett állítani. Ja, neked? És mennyi volt? Arra nem emlékszel? Valami 280 valamennyi, azt hiszem. 290. Gábor, te mi alapján döntöttél? Csak érdeklődök. Én voltam. Kifutott. Leállítottam a másik oldalt a reaktort. De finom. Kosztyum nekem. Gyújtjunk meg, egy anyag nem számít. Én Csaba, én belesétáltam végig. Ez amúgy a bögrém volt, tehát... Ezt mi is éreztük. Nem tudom, ez nem más. Nevetel? Mi volt az? Nevetel? Mi neveteled, nevel? Mi neved? Ott voltam fánál, bazd meg! Mi mentem bal oldalt a... De érted, hogyan két ember mondja nevemet, és csak egyet láttam a sötétbe? Hogy a tozban látom? Én folyam, hogy engem rád telepott, geci! De én mondtam, hogy az nevel az majdnem olyan, mint a nevetel. De hogy magára vette? Annyit viszont mondani szeretnék, hogy Adrián biztos nem az. Igen, most ezek az én pártomon van, geci, előző. Azért vagy az... Mert ez egy másik új lét, új élet, barátom. Új. Élet vár, felejtsd el minden. Minden, amit látsz. Jövőt fényesebben, jól tudod.
Gábor, miért követtél? Ez nagyon fonyva, tényleg. De ez a kulcsos téma, ez most real? Igen. Mi a fasz? De ez túlságosan feltűnő így. Ez egy fasság ez a kulcsos, tehát erre alapozni hülyeség. Amúgy. Olyan, mint a lábás. Ez is igaza volt. Igaza volt. Hát jó van, de akkor is. Igaz, mert ha egy valaki megkapja, akkor mindenki más megkapja. Ez vak szerencse volt, de nem. Oda ment bazd meg féktaszkolni, egy crewmate az miért menne féktaszkolni? Tehát most meg sem mondtam, hogy hol van a hulla, de te már mondod. Amúgy Martin, nem Csempel. Akkor vagy impostor. Jó, kussoljál, senkit nem érdekel. Csempe az egyik. Miből gondolod, hogy a csempe? Martin, nem akkor vagy impostor. Le van szarva. Amikor megölt valakit, papetet, akkor így medvében elkaptam így elfutni a laboratórium felé. Nem. És mi honnan tudjuk, hogy valóban? Szerintem fékben megölte. Higgyetek! Azt mondja, higgyetek előzőben, meg megöltek. Szerintem fékelt azzal, hogy elfutott. Miért beszélünk az előző gémre? Köze nincs most az előző gémnek. Nem, fékelt. Hogy elfutott, azzal fékelt. Elfutva fék, az hogy csinálja Marcin, azt mesélj. Hát kérdezd a Gábort, ő ért ehhez. Bajod van? Én nem mondok semmit. Same. Hát ő nem mond semmit. Szerintem fékelt a Gábor. Nem oda se mentem. Matepiró ment oda. Mi jelentett, de mindegy. Mi az, hogy... Nem is voltam ott. Hol találtátok? Jó, hát nevel nem lehet az. Hú! De miért Csaba? Nem, Igbin vagy. Miért én? Mit tudom én, bassz meg? Hát én már elveszettem a fonalat. Én nem állnék. Te fékeltél az elején. Ki én? De Gábor azt folyamatosan fékel, nem tudom. Kinda sus. Szerintem a Adrián az. És miből gondolod ezt? A szüvöl szám? Mert rám akar szavazni. És? Az ötös feltétlenül azt jelenti, hogy én vagyok az. Green meghalt, nézte abba a szarba. Néztem a életjelmet. Hát József, az meg kurvára beszél. Fékelem a beszélgetést, jó? Majd meg nem beszél, lehet ő az. Én meg fékeltem a kulcsos taszkot, hát. Nem tudom, Igbin bágyanus. Jó, akkor ez ki volt? Adrián? Szerintem fékel már megint. Egy... Fékel. Ki ment. Volt Adrián? Ment a report. Mi van? Igen, amúgy fékelte a taszkot. Melyik taszkot fékeltem? Máté azt csinálta a hüzéket. A kulcsosat. Hogy megtudtam, hogy ez vagy? Indul az a szék. Hangot ez kint a fingeni. Ez az. Szerintem fékelsz. A kulcsosat amúgy. Kulcsosat fékel. Baszki, utoljára impostor kaptam volna lenni. De getsz impostor! Ez eléggé szuksz volt. Szerintem fékel. Tuti. Kulcsos taszkot fékel. Kulcsosat megcsináltad? Józsi, szerintem te voltál, melyik voltál mellettem? Hol? Most akkor kire szavaztunk? Én semmire. Én skippeltem. What? Why? Mert megkérdezte mert Csaba. Volt. Csaba megkérdezte, hogy miért nem csinált az oxigént, ő meg annyit írt, nem tudom. Hát, azt mondja, hogy ő nézze azt a szart. Hát, de nem csinálta, vagy mi? Mit nézett? A kamerákat nézte. Én néztem a kamerákat. Ez teljesen alaptalan. Miért a Gábornak a kulcsos történet? Jó, az mondjuk igaz az volt, de akkor is. Az is alaptalan volt, az is hülyeség volt. Az nem alaptalan, bazd meg! Kutoljál már, ha nem vagy! Halottak nem beszélnek. Halottak. Ez gyors volt. Már is. Ez gyors volt. És hol? Na, hol volt? Adrián. Adrián. Mi van? Hol találkozunk? Bejelentettél csullát. Halod! Én voltam meg is bejelentettem, azt hogy csináltam? Én meg is bejelentettem, mi a fasz volt ez? Oké. Mi a kecünk volt? Jó, legalább bevallom. Tudtam bejelenteni, amikor megöltem? Oké, Adrián. Oké. De hogy? Hát be lehet. De miért? Nem nyomtam rá, hogy meg saját magadra is szavaztál, az igen.
jó. Figyelj, eskü nem akartam, megöltem a Csabát, és valamilyen reportolt. Kiütötted a szememet, geci! Na mi volt? Ki volt megtaláltam egy hullát, és Igbimbá éppen jött be, és... Ja, és megölte Józsefet. Szóval ez biztos, hogy Igbimbá volt. Én nem láttam hullát. Én Józsefet... Töltet meg, jöttél be az ajtón, baszki. Biztos, volt az és mi voltál? Biztos, hogy... Én nem! Most én nem. Mit gyanúsítgatunk, aki bejelent egy hullát, mert ő jötte meg? Most te gyanúsítgatsz engem? Mondom, hogy te voltál, hát bassz, szerintem elmentem egész végig. De basz, figyelj, amikor a tenyeres aktiváló volt, ott ketten aktiváltunk Józseffel, szóval egyikünk se lehetett. Nem, biztos, én is. Te voltál, mert téged láttam, hogy bejönni. Te, hogy voltál, te voltál az. Biztos, hogy te voltál az, te jöttél be a Dani Fighter látott engem. Basszátok! Akkor Dani volt, azt tudja! Jöttél be a szobába, baszki! GG. Ha nem mű, akkor ilyen. Na mondtam, baszd meg! De hogy nekem ugrott, ez már nem mondjam. Hogy ki használta az előző körnek a történéseit, ajjaj. Topsz egy lájkot, te vagy az imposztor. Hát na. Ez bukta. Hol van? Az igen. Ki volt az? Adrián, mellettem a rekordert. Vagy te voltál, ja. Vagy Artik. Én nem voltam, nem láttad, hogy előre futottam? Akkor Artik Fox volt. Artik, jó van. De ugye nem az Artik Fox volt. Te ott volt József, az meg is meghalt. Én Danival kimaradtam, úgyhogy mi nem lehetünk. Artik, jó, igen. És a menő meg a kafetériával volt. Lát, Abi nem jelentem, felment az izé, amikor szereltem. Hogyha nem futottatok volna előre, akkor annyira jó lett volna. Hát de baszki, figyelj! Mindenki észrevette volna, amikor mentünk volna ki, mert hogy lemaradsz és ott maradt vele valaki, vágod? Mindenki nem, azt akartam, hogy még csukomrod egy kicsit az ajtó, és akkor három ember áll egy helyen, és nem tudjuk, hogy ki jöjj. Na, hol volt? Hol volt? Contamination Room előtt. Elmondanám nekem, Igbimbáj, hogy miért mentél erre, majd jöttél ki ugye ebből a szobából az ajtó előtt? Igbimbáj megbélyezett. Igbimbáj megbélyezett. Igen, Csaba is megbélyezett. Nem vette észre a hullát már megint. Igen, nem látott a beleg. Valaki jött, aki ide előbb bejött. Tehát én itt wire-öztem konkrétan emelt a lenti ajtó mellett, majd utána itt kijövök, mert látom, hogy valaki innen kisprintelt. Ez de berzod az. Ezt így miből számoltad ki? Nem tudom, én befutottam, aztán kifutottam, mert láttam ott valakin. Igen, láttad a hullát. És átmentem utána megnézni. Befutottál ki között. Kokire szabadunk. Nem hiszem, hogy megint nem vetted észre a hullát. Én medbélyeztem, szóval. Akkor berzodom. Hát akkor meg pláne észrevetted volna. Én nem tudom. Ez az, hogy észrevetted volna, de hogy nem vetted észre, de mindegy, szavazunk ki. Múltkor is elfelejtette. Pápett a folyatékos. Mi jötted meg Adriánt? Mi Gáborra pont a reaktorhoz mentünk. Igen, Papet az megölte Adriánt, azt a bejönt a ventbe. Na, egy próbát megér. Okay. Az igen, Amit megjegyzem, kurva nehéz így egyedül amúgy. Ahogy a videó elején mondtam, most megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok feltelepíteni a magyar nyelvet a játékhoz. Szóval a videó leírásában találhatjátok meg ezt a linket, ez igazából ide fog hozni titeket, és itt ha lejjebb görgettek, akkor láthatjátok, hogy itt több verzió is van már a fordításnak. Szóval innen letöltitek a legfelső fájlt. Miután elkészült a letöltés WinRAR-ral, vagy bármilyen más egyéb erre alkalmas programmal, csomagoljátok ki a fájlokat. Ezután meg kell keresni a játéknak a főmappáját, hogyha Steamen van meg eredetiben, akkor a következő módon érheted ezt el, hogyha pedig törtben van, akkor értelemszerűen keresd meg a főmappáját a játéknak. És ez lenne az a mappa, amin változtatunk, ide bemegyünk, és itt fogunk igazából fájlokat kicserélni, fogjuk a letöltött fájlokat, és azokat behúzzuk ide, és felülírjuk a régiekhez képest. Ezzel nagyjából települt is a magyar nyelv a játékba, és ezután már csak elindítod a játékot. Szóval miután megnyitottad a játékot, bemész a beállításokba és a datán belül legalulra görgetve a Hungarian opciót kiválasztva, már magyarul élvezheted a játékot.
Hatalmas köszönet Igbinvájnak és Adriánnak, amiért törődnek ezzel a fordítással, és folyamatosan frissítik is azt. Készülőben van, folyamatban van ez a fordítás, úgyhogy ezért érdemes lehet néha visszacsekkolni az oldalra a frissebb verziókért. Szóval igazából ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!